Sajnos nem minden helymászó tér vissza a különböző 8000-es expedíciókról, így van ez a Mount Everest esetében is. Az Everesten jelenleg, tehát napjainkban több mint 300 holttest található, ugyanis ezeket vagy lehetetlen lehozni, vagy nagyon nehéz lenne, vagy nagyon sokba kerülne, ezért meg sem kísérlik. Azért említsünk meg néhányat az Everest híres halottai közül. Az egyik ilyen áldozat Hannelore Schmatz. Hannelore Schmatz egy német hegymászónő volt, aki a férjével Gerharddal hódította meg a csúcsot. A mászás utolsó szakaszában két csoportra váltak szét, Gerhard sikeresen feljutott, majd visszatért a hármas táborba. Figyelmeztette a feleségét, aki ugyancsak egy tapasztalt hegymászó volt, hogy nagyon rosszak az időjárási viszonyok. Ennek ellenére Hannelore úgy döntött, hogy egy csapattal egy nappal később elindul a déli nyeregből a csúcs felé. Sikeresen elérték a csúcsot, de sajnos ereszkedés közben már bajba kerültek. A serpák tanácsa ellenére bivakoltak, tehát a szabad ég alatt töltötték az éjszakát, mindez 8000 méter fölött, tehát a halálzónában. Ez azt jelenti, hogy egy kis menedékhelyet alakítottak ki, hova behúzódtak, viszont itt ebben a kis menedékben a mászótársa, az egyik mászótársa, egy amerikai Reaganet nevű mászó, még az éjjel meghalt. Hannelore elindult lefelé, de útközben 8300 méteren megadta magát a fáradtságnak, leült és vizet kért. Sajnos itt a helyszínen megfagyott, tehát az egy 8000 méter fölött megfagyott, ürülteste éveken át a hegyen maradt, és ami a legbizarrabb szerintem a történetben, hogy a haját még egy ideig fújta a szél. 1984-ben ketten megpróbálták lehozni, mert pedig két serpa, ugye a holttestét, de sajnos ők is lezuhantak és meghaltak. Egy másik nagyon híres halott, ugye, aki az Everesten található azóta is, tehát a holtteste, az Rob Hall, aki 1996-ban vezetett expedíciót az Everestre, sikeresen érte a csúcsot, ám visszafelé haladva találkozott csoportja egyik tagjával, aki még fölfelé haladt, és mivel egy korábbi expedíció során a férfi már fel kellett, hogy adja a csúcstámadást, ezért Hall úgy döntött, hogy mindenképpen feljuttatja mászótársát a csúcsra. Egyébként fel is értek, de a borzalmas időjárási körülmények miatt lefelé nehézségeik támadtak, és sajnos hiába hívtak segítséget, mindketten meghaltak. Mint említettem, Rob Hall holtteste a mai napig az Everesten található. Ugyancsak 96-ban történt az következő eset, amikor is Scott Fisher vezetett egy expedíciót. Az expedíció tagjaival feljutott a csúcsra, de a nehézségek, illetve egy előző napi ereszkedéssel járó mentés miatt nagyon kifáradt, tehát teljesen kimerült. Serpákat küldött előre, segítséget kért, de sajnos így sem tudták megmenteni. Holtteste a mai napig letakarva fekszik a hegyen, tehát az Everesten. Talán a leghíresebb, vagy a legismertebb áldozata a hegynek, mondjuk így, Green Boots, azaz zöld csizma. Nem teljesen tisztázható, hogy ki is volt ő valójában. Nagyon valószínű, hogy az indiai mászóról, Cevang Paljorról van szó. A holtteste 8500 méteren feküdt 18 éven keresztül. A történet lényeg az, hogy 1996. május 10-én az északi oldalról, tehát Tibet felől indultak el hárman a csúcsra. Rádió még azt jelentették, hogy elérték a csúcsot, de valószínűleg nem a fő csúcsot érték el. Ezt a mai napig nem tudjuk pontosan. A lényeg az sajnos, hogy ereszkedés közben életüket vesztették, mégpedig mind a hárman. A Toklapasz, az ugyebár az Everest alaptávra vezető út mellett található, és itt a Toklapasz, tehát a Toklahágó mellett találhatóak az Everest áldozatának az emlékművei.